Az ORFK légi felvételein jól látszik a Duna áradása. A folyón levonuló árhullám rekordközeli, vagy azt meghaladó vízszinteket eredményezhet, ezért már napok óta megfeszített védekezés folyik a gátak mentén. És erre még két méter. Kettő? Még két méter? Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszterrel, Bakondi György katasztrófa védelmi főigazgatóval és Tarlós István főpolgármesterrel közösen nézte meg az árvízi védekezés munkálatait kedden a fővárosi római parton. Derült ki a kormánypont hura feltöltött videóból. Adom neked, adom. Ez pedig már az operatív csoport irányítóterme a Szolnoki helikopterbázison, a Magyar Honvédség tájékoztatása szerint akár 8000 embert is készek bevetni az árvíz elleni védekezésben, amelyben keddóta már több mint ezer katona vesz részt. Az elrendelt katonai készenlét érinti a szolnokiakat is. Alapjából természetes, hogy a katona megy és segít. A helyőrségben meglévő tapasztalatok, technikai eszközök mind alkalmasak arra, hogy a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi rendszerén belül menjünk, segítsünk, mentsünk. Mi, mint a 86 szolnok helikopterbázis természetes módon helikopterekkel, de készen állunk a földi munkák végzésére is. A helyőrségben található más alakulatok pedig a saját képességeikkel vannak megszólítva ezen munkálatok végrehajtásában. Egyelőre a minimális létszámmal készülnek a helyőrségben. A helyzet szükségességet figyelembe véve, ha kell, akkor bővítjük, akár több száz fővel is képesek vagyunk a helyőrséget elhagyni, és azokon a helyeken, ahol kell menteni. A katonák mellett segítenek a köti vízik szakemberei, dolgozói is a Győri Társvízügy területére több mint 400 ezer polipropilén és 20 ezer jutazsákot, illetve mintegy fél kilométer gátszakasz világításához szükséges berendezéseket, 600 fákját és 10 tekercs fóliát szállítottak le.